Sziasztok! Zozoka vagyok, folytatjuk tovább a Divinity-t. Oké, pont belefér egy rész. Illetve hát nem is pont, még rá van hagyva. Pár perc. Megyünk a troll barlanghoz. Ja, ami... Igen, tehát az itt van fönt. Bejárat a troll király barlangjában. És megnézzük, hogy mit tudunk vele kezdeni. Az a helyzet, hogy most már... Amúgy sem úgy alakultak a dolgok, ahogy jó pár küldetésen, hogy szerettem volna. Ez innentől kezdve már mindegy. Hát akkor Volgráf fal, biza. Megnézzük, hogy mi van ott. Egy bazi nagy láda. Nem ilyen meglepetés. Oké. Teli azonosítatlan fémsisakkal például. Ó, nem tudunk átmenni. Nem baj. Amúgy is azt szeretném megcsinálni, hogy... oda leteleportálunk. Így. És... Scarletnél lévő teleportkövel pedig utánok megyünk. Tök egyszerű. Jó. Elég még aggódtam, emlékszem arra, hogy... mikor kell már használni ezt a teleportkövet, mert nem mindig éreztem rá... szükségét... Nem mindig éreztem szükségét. Pillanat, hogy megyünk? Hogy megyünk? Mert... aha, jó. Erre is lemehetnénk. Menjünk erre inkább. Nem, inkább menjünk arra. Hát erre. Nem, hogy van? De erre, igen. Ó, igen, itt volt a ficak. Ácsi? Legyen csata, hát srácok, figyeljetek, legyen csata, mert kell a tapasztalati pont. Nézzük meg egyáltalán, hogy ez most csata lesz, vagy csak beszélgetés. De hát ez hard lesz, jó, legyen! Mi volt ez az üvöltés? Éhozó Garkulda. Te ki vagy? Elit orka harcol. De ők ketten vannak csak? Nem! Mi? Igen. Azért. Furi volt. Mindig szerencsénk arra... ott nézzétek meg milyen kis mocsok. Oda el van bújva basszus kulcs. Orkharcos. Sámán. Ilyász, az már két távolsági harcos. Ő nem tudom, hogy mi lesz, az éjhozó Garkula. Ilyász. Távolsági harcos. Akkor... akkor biza... Matilde... hogy hívják? Kurva. Nem Matilda. Madórát beküldj! Na, tűz. Víz és levegő. Ami azt jelenti, hogy... hogy levegő biztos... a... Scarletnél, igen. Szerintem tűz van. Basszus, hirtelen nem jutnak eszembe most a szereplők nevek. Ha, nem Geralt. Jó, mindegy vagyunk. Ú, basszus, nagyon hirtelen ültem ám lejátszani. Oké, hogy hívnak titeket? Rodrik, basszus kulcs, kurva. Oké, na de minden esetre, a tuti, miért hiányzik itt ez?
Valamit elfelejtettem, ja, valamit elfelejtettem vele. Igen, eszembe jutott. Basszus, de ilyenekre még emlékszem. Na jó, mindegy, ne járjunk már el magunktól. Tehát, Madorának, aki majdnem Matilda lett, adjunk neki páncélerősítést, meg sebzést. Igen. És reméljük, hogy nem fogja leverni senki, leütni, meg ilyenek. Oké. Mert az orkok azért elég hamar szoktak jönni. Srácok, és azon filózok, hogy egy picit hátrahozom. És elfele. Scarletet. Nem mondjátok! Azt a büdös mindenit! Ó, nem mondjátok, hogy ilyet megcsinált nekem a játék ellenem, hogy dögölnél meg. Nem hagyjuk annyiban. Gyorsmentés. És ugye nekünk most úgy kell ügyeskednünk, hogy mi meg visszacsábítjuk Volgráfot. Elcsábítva. Szuper. Hát igen, az a baj, hogy ezzel el is ment. Ott is volt egy a rohadt néni kéder. Fú, basszus. Gyerekek, ez jó, ezek jól nekem esnek. Ezek, basszus, nem tudom követni, hogy mit csinál a játék. Volt egy elcsábítási kertelen, jól látom. Ó, te mit fogsz csinálni? Bénító csapás. Volgát megbénítva. Hú, gyerekek. Na, ez kemény lesz. Madóra köre következik, de nem adjuk föl. Azt mondja, hogy itt van három delikvensünk. Sőt, hát ott van egy negyedik is a közelbe, de ugye a bénító, vagy mi a örvényt akarom használni, az milyen nagy is. Hát... Igen, tehát hogy a négy szerintem pont nem fog beleférni, de a három az igen. És marad négy pontom arra, hogy helyezkedjek. Mentettem? Mentek még egyszer inkább, mert... Sorry. Tehát valahova oda megyünk. Így, három AP-t. Ó, ne, hagyjuk már ezt már, jól légy szíves. A 4 AP. Kurva élet, kell a 4 AP. Mentettem egyet, ugye? Jó. Ez az. Na, így akartam. Így akartam, srácok. Mert ez tényleg jó. Orksámán meg is pusztult. Jön egy kis felhevült rohadék, aki íjász. Ó, basszus. Jó, ez kemény lesz. Ez kemény lesz, és de jó! De jó, hogy hátra vittem Scarletet egy picit, mert oké, rá tudnak lőni, de mégis ez a biztos, hogy egy picit ő hátul van. Jól van, srácok. Mentünk. Ugye van nekünk egy leütésünk. Hol van? Ott van. Ugye azt mondták, hogy le van ütve. Nem megbénítva. De kár, hogy ezt valahogy nem tudom. Tehát jó, az ikonokat kéne megtanulni. Oké. Látok, itt. Eltávolítja az átkokat. De az más, mert nem átok van rajta, ugye. Ő sem az. Nem. Elkábító, de ő leütve van. Gyógyítja a kövédermeszet, lelassít és elkábító. Na jó, nézzük meg. Soha nem tudom, hogy mentettem-e, inkább mentek még egyszer. Nézzük meg, srácok. Mert legfeljebb visszatolhatom az állást, de én úgy tudom, hogy leütve. Aha. Jó. Gyors betöltés. Ó, ránéztem az órára, ugye? Valamikor negyedkor állhattam neki durván.
Igen, és itt most nálam semmi ilyesmi nincs. Támadni tudunk. Nézzük meg a tekercseknél esetleg. Ez biztos, hogy nem. A regeneráció... Ő nem gyógyít semmit. Életvize? Nem. Nem, biztos, hogy nem. Nem, akkor szerintem semmi ilyesmi nincs most. Jó. Akkor viszont, ha tudok, lerakok valamilyen lénát, nem. Nem tudok lerakni semmilyen lényt. Támadni tudok. Csábítsunk el valakit. Mentettem. Oké, megpróbálunk elcsábítani valakit. Az a legjobb. Azt mondja, hogy... Próbáljuk meg őt. Te kis mocsok. Elcsábítva. Szuper. Szuper. Ó, támadják az én kis varázslóimat. Volgráf. Volgráfon most mit tudok amúgy csinálni? Volgráf jön? Igen. Mert azt mondja, hogy ő le van ütve, meg mit tudom én. Bomba! Bombalino, és valahogy így kéne. Az a baj, hogy... várjatok! Hogy is van ez? Egy 15. szintű bomba megidézése. 3 liter sugarú belül 30 szekundum ereje. 30 másodperc elég, ez mit jelent? Hatóidő 5 kör. Nyomd meg a gombot. Igen ám, de értitek, tehát hogyha itt vagyok én is. Mekkorát robban ez a Mentünk egy... Mentettem? Mert soha nem tudom. Még mindig automatikusan mentek, azt tudom, de... De most mégsem tudom... Megjegyezni. Na, próbáljuk ki szerintem ezt a bombát. Helyezzük a lehető legtávolabbra tőlünk, így. Az vagy nem tudok elmenni. Jön majd a bomba? Tehát ő majd jön egyszer? Tudunk egy nagyon picit elmozogni? Merre mozogjunk el? Hülye. Arra. Ennyit tudok elmozogni. Rodriggal viszont le tudunk rakni egy megidézett teremtményt. Ezt szerintem tegyük is meg. Méghozzá ide. Ez az. És mozogjunk el vele. Az a baj, hogy... Hogy onnan csapás... Szerintem ez ezt jelenti. Erre igen nem figyeltem tőle. Onnan csapás jöhet. Mint egy gyors reagálású hadtest ránk csap. Jó. Akkor menjünk úgy, hogy... Basszus. Így, egy AP. Ó, banyek, hát az is rám csap. Jó van! Ne szórakozzon már velem a játék. Kezd fölidegesíteni. Jó, tehát menjünk vele minél messzebb. Oké, ez már sok. Nem sok. Illetve várjátok, ő már el van csábítva. Erre el tudok menni? Nem. Van valami akadály. Jó, akkor legyen mégiscsak ez. És lehető legtávolabb menjünk a csipet csapattól. Mert szerintem az a bomba, gyerekek, az nagyot fog robbanni. És ő robbantotta föl. Meghalt Volgráf. Banyek, meghalt Volgráf. A megidézett csontváz ott van még? Ott van még, ugye? Ja, várjatok, most Madora jön. Csináljunk egy gyors mentést. És azon filózok, az a baj, hogy az örvénylő csapás már el használtam. Ugye ő a miénk? Az élő halott kartforgató. Így van. Azon filózok, jajajaj, hogy mit csináljak. Nem sok pontom van. Tehát arra nem elég, hogy őt használjam. Igen, meg még is támadjam őket.
Hát akkor gyerekek, egyetlen egy lehetőségem van. Az pedig az, hogy csinálunk egy bénító csapást. Jó, azon filóztam, hogy simán csak csapjunk bele, de szerintem ez jobb. Ó, még szép, hogy jobb, mert megöltem legalább egyből. Oké. Hogy állunk a Madórával? A két AP-ja van, két AP-ja van, és semmit nem tudok csinálni. Így van, őt támadjátok. Nem inkább, ne, nem, nem, te meg maradj ott. A tűz a barátod. A két varázs harcosomat jó betámadták amúgy. Jó. Ővele megtámadjuk elsősorban értelemszerűen. Mentünk egyet. Értetlen. Vérzés. De a vérzés... Ja, hogy messze van. De ez a vérzés egyáltalán amúgy? Igen. Akkor nem. Tehát akkor először oda megyünk és az ork sámán megcsapdossuk. Hát elég picit sebzett bele. És most, ha sikerül... Á, nem töltöm vissza az állást. Tehát ha most... Akár sikerül, akár nem, a vérzést az elitor kijásznak. Megvan. Megvan. Hát... már nem tudunk semmit sem támadni. Oké, Scarlet köre következik. Scarletnek kevés az élettereje. Éhozó garkulda. Ilyenkor például a vámpír érintés. Mentünk egyet, bocsánat. És még ugye szúró sebzést is adunk. 2% esély, 124 életre, jó, hát az nem túl sok, ugye? Mennyit írtak? 124? Hát igen, az nem túl sok. Szerintem... Nem tudom mennyi? Hány? 4 AP. Marad még 2 AP-nk. Azon filózok, hogy rakjuk magunkat... Láthatatlanságba. Az mennyi? Az 3 AP. Ami azt jelenti... Sajnos már gyógyítani nem fogom tudni magamat. Ami azt jelenti, hogy... Nézzük meg, hogy milyen tekercseink vannak. Van-e esetleg 3 AP-s? Nagyon ritka, ugye a 3 AP-s tekercs? Ácsi! Ó, basszus, nem jó. Ez 6 AP-s. Mert eszembe jutott, hogy Volgraffot fölkelthetnénk, de sajnos nem. 4. Nem érdekel. Nem. Akkor csak simán támadunk egyet. Hol van a bot sebzése? Mert ugye az 3 AP. Hát nagy valószínűség szerint nem fogjuk megölni. 198 életerő, 262. Aha, akkor na, inkább bele. Lövök. Ó, így van, megkivigyük lejjebb az életerejét. És... akkor most... láthatatlanok leszünk. Remélem ez úgy működik, hogy... Mi történt? Basszus, már megint nem tudom figyelni, hogy mit csinál. A Garkulda ez ki... Nem, itt van. Ki jött ide? Vagy Garkulda csinálta ezt, hogy itt meg... itt a termet, aztán vissza? Ilyet is tud a kismocsok? Ja, na jó, várjátok, ki jön? Az élő alatt kartforgató jön. Úgy gondolom, hogy először a sámánt szeretgessük. Mentünk egyet. Nem késő. Azért lehet, hogy most már jobban oda kellene figyelnem arra, hogy... Tudjátok, lehet, hogy mellé megy, és pont az megy mellé, ami az utolsó kegyelemdöfés lenne.
Jó, meg még egy támadásunk van. Már nincs, mert az öt kell. Jó. Oké. Jó, akkor köszi. Te kis szöszi. Rodrig! Várjatok, de most Scarlet miért vált láthatóvá? Basszus, nem már! Nézem amúgy, hogy nincs semmilyen büntetés a nevünk mellett, de olyan kevés a akciópontunk. Basszus, mit csinálja? Scarlet meg fog halni. Mentünk egyet. Ja. Mentünk egyet. Azon gondolkodék, hogy szerintem meggyógyítom Scarlettet. Oké. Gyógyítsuk meg Scarlettet. A Madóra sem áll túl jól. Meg kell mondjam nektek, ugye? Azaz. Ez itt sokkal-sokkal jobb. És menjünk vele hátra! És menjünk vele hátra, basszus! Te ne menj el! Meg ne megy erre vissza? Ez most mire volt? Teszek jól, mi? Csak hogy összezavard a számítógépet. Madóra! Madórának megjelent egy nagyon jó támadása ez. De ez meddig jó? Ez ugye közel kell, hogy legyünk be. Így van. Az a baj, hogy senki nincs a közelünkben, és egy AP-nk van arra, hogy valamerre mozogjunk. Á, kurva! Basszus. És ha már segítek valakinek, akkor neki kéne segíteni. Na akkor megvan a harci helyzet. Az a baj, hogy a sima támadáshoz nem lesz elég, ahhoz én úgy tudom, hogy 5 kell. Ahhoz 5 kell, basszus. Na mindegy, lepjük meg őket úgy, hogy az én hozó garkullát, vagy inkább az ork harcost? Na, inkább az ork harcost. Ah, ez az! Megpróbáljuk ledönteni a lábáról, és sikerült is. És maradt 4. Szerintem 5 kell hozzá, ugye? 5 kell a támadásomhoz. Így van. Sőt, lehet, hogy még több is, mert most hirtelen nem tudom, hogy milyen fegyverem van. Milyen fegyverem van? Basszus, nézzük meg. Pedig azt mondja, hogy 4 támadás, 2 felszerelés, 4 akció támadás. 4 akciópontba került támadás. Milyen módosítom van? Nem látok módosítót. Miért nem tudok veled támadni? Túl messze vagyok. Hihetetlen. Na jó, mindegy. Ne akadjunk ezen fönt. Sújtós sebzés, és még le is üthetem ugyanúgy ezt a garkuldát. Legyen akkor ez. Nem sikerült. Mindegy. Az ork harcos az elhambadt. Scarlet tök jól van. Scarlet tök jól van. Az a baj, hogy kevés neki még az élettereje, nem bízok én abban. Jó, oppá, és a ork ijász. Az nincs elcsábítva. Talán, ha szerencsém van, van nálam valami elcsábítás, tekercs vagy gránát. Hoppá, nézzük csak. Ott a végén. Csábítás, tekercs. Nem csábítasz egy célpontot. Menteni mentettem. Akkor ezt megint. Elcsábít. Szuper. Szuper. És...
Amondó velék, hogy az a két pont, az kevés, hogy elmozogjak vele, de viszont látom, hogy van fagyasztás. Ja, mentés dobott ellene. Szerencsére. Ez az! Ügyes voltál, Töki. Ügyes! Ügyes, ezért megígérem, hogy gyorsan végzek veled. Ja, vártok élő alatt kartforgató. Hát, az a baj, hogy ránk fog csapni az a másik. Ugye? Á! Mellé ment. Oké. Még egy ork sámános támadásos. Most már mentünk egyet. Mert hátha. Nem négy volt az előbb? Komolyan gyerekek, négyet láttam, hogy levont akciópontba. És most mégis azt mondja, hogy nem tudok támadni. Jó. Akkor ennyi meg egy bambi. Egy öltés az időben, mi barátim. Nem tudom, mondd meg te. Rodrik. Amondó valék, hogy Rodriggal... A Istenem, ezt a hülye padot. A Rodriggal támasszuk föl. Hova támasszuk föl? Az a baj, hogy olyan helyre kéne, hogy ne nagyon tudják őt támadni, akkor mondjuk ide mellé. És akkor legfeljebb elmozgok. Ja, várjátok, nem látható a cél. Kurva, kurva, kurva. Akkor pedig inkább legyen itt. Á, ez nem jó, mert a tűz mögé nem fogom rakni. Akkor meg legyen... De á, basszus, hogy mindegy. Rakd már le valahova az okon. Nyol van. Szegény boldre. Madóra jön? Mentünk egyet. Madóra kis csillagommal. Meg tudjuk őt támadni? Szerintem nem lesz elég akciópontunk. Gondoltam. Ez a bénító csapás, ez meg... Hát közelebb kéne menni. Két AP-t nem tudunk közel menni hozzá. Mennyi az a két AP, várjatok? Nem lesz jó. Akkor nézzünk valami gránátot. Na, olyat, ami sok van. Olyat, amiből sok van. Ebből sok van. Páncéltörő gránát. Ez micsodi? Vakság. Na, a kevés gránátom van. Gránátra oda kell figyelni. Na, akkor legyen ő. Valami csoda folytán még jól is dobott Madóra. Érezd magad megdicsérve. Jó, és akkor szerintem mozogjunk az elcsábított IASZ fele. Mert előbb-utóbb ő magához tér az elcsábításból. Veletek meg pihenjünk most már, a mondóvalék. De úgy pihenjünk, hogy rálátunk majd a IASZ-ra. Ja, meg hogy ő most el is van csábítva, tehát azért nem mutatja. Na várjatok, hogy állunk? Madorának még valameddig elég lesz a páncél erősítés, de csak egy körig. Lehet, hogy már most ezt megadom neki. Tehát lehet, hogy ezt már most megadom neki. Oké. Okay. Volgráffal... Szerintem meggyógyítjuk saját magunkat. Mármint, hogy amennyit tudunk. Rajta... Várjatok, várjatok, várjatok. Gondolkodom, hogy... Nem-e Madorára adjam inkább. De nem. Magára. Saját magára adjuk. És van 4 AP-nk, ami azt jelenti, hogy hát ellövünk valami nyilat, amiből sok van. Hát ebből van nagyon sok, de... De, jó, semmi de.
Erre. Ugye elnyomjuk. Menj az. Akár egy új garas. Scarlett teljesen meggyógyult. Rodrigo bácsival szerintem megint inkább gyógyítunk. És hát adja magát, jó, akkor Volgráf legyen a kiszemelt. Oké. Menjünk vele most már előre. Madóra következik. Mentünk egyet. Várjuk, neki is van gyógyítás. Igen, egyszer használatos. Egyszer használatos. Hatápi. Ah, hát sajnos el is használjuk. Nem baj. Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Használjuk el. Ők addig meg le... játsszák. Oké. Okay. Scarlett-tel adjunk se... nem tudok sebzésnövelést adni. Tudunk támadni? Hát őt például meg tudjuk támadni. Sőt, őt meg is kell most már támadni, mert lement róla a csábítás. Akkor legyen az, srácok... idézünk meg egy teremtményt. Nem. Csináljuk 159-194 ezt, amit nagyon szeretek, mert ez nagyon jó. Fejprés. Elég szép volt. Jó, és marad. Marad. Lőjem el a Gellert, meg ezeket. Tovább repülne. Mentünk egyet. Nyolc méter sugarú körben. Bennek nem nincs benne. Ha csak nincs úgy benne, hogy oda lövöm a nyilat. Ez mennyit sebez? Hát srácok, az egyiket így megölte. Tehát akkor marad. Jól van, Rodrigo bácsi. Rodrigo bácsival valakit meg kéne, hogy gyógyítani még úgy pluszba. Igen, mondjuk Madórát kéne, de... de mentünk egyet, és ahogy látom, hogy legalább egy AP-t rá kell arra szánnom, hogy meg tudjam őt gyógyítani. Rá fogok már így látni? Meg benne lesz? Benne, jó, kifek. Ez az. És akkor pihi. És hát már úgy pihi, hogy ő most már nem jön. A rohamunk nem töltődött még vissza? Nem. Nem. Az így még messze van. Ugye? Így meg messze van. Hát akkor kénytelen vagyok pedig. De hány mennyi életre van? Hát, hogy mire oda csámborgok vele, addigra ő már... már nem lesz. Na jó, mindegy, menjünk vele, az biztos, hogy biztos alapom. Ó, kétszer mellélőtt, jól láttam. Oké. Ja, azon filózok, hogy... sebzésnöves, de... Nem halmozódott föl. Tehát hiába adtam a páncélerősítést, nem halmozódott föl. Túl messze van. Akkor meg lehet, hogy... ha tudok, igen tudok, akkor lerakok valakit. Mondjuk ezt a páncélos élő halottat. Ennyi. Szerintem itt már biztos, hogy elintézzük, és akkor Rodriguez kellett marad hátul. Ez az. Jó. Mentünk egyet és... robbanó szilánka. Ott van! Na, ezt nézzük már meg. Az az én élő halott...
pontvázom van, járjuk szépen. Anyád, ez mi? Ez az összes holttestet fölrobbantja? Azt írták? Vagy én vagyok hülye már megint? Megcélzol egy holttestet? Vagy egy tárgyat és felrobbantod. Szétrepülőt törmelék, megsebzi a körülötte álló karaktereket. Ezt eddig én nem láttam. Pedig egyszer használtam, az tuti. Akár hatfelé is robbanhat, csak akkor holttesteket robbant föl. Hát ez így nem kóser, mert szerintem így mindegy, sérültek sokan. Na jó, mindegy, ne akadjunk fönt ezen, srácok. Teljesen felesleges, ezen fönn akadni. Menjünk, és már legyőzzük az elit ork ijászt, és ha jól látom, akkor pont ugyannyi időnk biztos, hogy lesz, hogy... Kell még valaki gyógyítanunk, igen. Regeneráció. És akkor mondjuk Scarlettet. És mi van? Jó, mindegy. Nem láttam, hol van pont a kurzor. Oké, Madóra. Anyád. Nem baj. Ő 4 AP, ott van? Ő 4 AP, ő is 4 AP. És melyik, milyen 2 AP-val kéne közelebb mennünk? Ugyanaz nagyjából. Jó, kb. 2 AP-t, lehet, hogy pont jó lesz. Mentsünk egyet? Szerintem mentsünk egyet. Ha van rá esély, akkor ezt már öljük meg. Azt nézzétek meg, pont. Hülye vagyok. Simán megöljük. Hát ha csak nem megy mellé. Jól van. Volgraf le is volt csatlakoztatva, hogy nézem. Oké. Jó. Szedjük össze a csipet csapatot. És ha jól látom, akkor köszi, kedves hóhéros élőhalottos. Szépen gyógyítgatunk. Mi kell Volgraffon is. Into the fray once more. As good as a new penny. Oké. Jó. Hogy állunk? Azt nézzétek meg már, nem sok kell, és akkor tudunk szintet, vagyis hát akkor szintet lépünk. Nem tudunk, szintet lépünk. És még mindig megjegyeztem érdekes módon, hogy Rodrignál hasznos lenne a nekromanciát növelni. Ha csak nem csinálom azt, hogy Scarlettnél fogom növelni a nekromanciát, mert ugye Rodrignak jó lenne mást is fejleszteni. Na jó, ezt majd meglátjuk, van se tudja. Minden esetre, hogyha akarok használni egy nekromancia, mester, varázslatot, épességet, akkor valakinél növelnem kell. Na nézzük, mik vannak itt. Az ígéretes. Ezt nézzük meg. Veletök. Garkul, de park. Mivel az igen valószínűtlen, hogy a te csapatod csalódást okoz nekem, egy rendkívül fontos küldetéssel bízlak meg. Szerezzétek vissza a vérkövet a burjánzó vadonból. A szóbeszéd alapján a kutatásotokat összpontosítsátok egy Maradino nevű bolond titkos barlangjára. Miután kifosztottátok az északi pogány goblin törzs faluját. Miután kifosztoltátok az éjszakot, pusztítsátok el a báványokat, és vegyétek magatokhoz a benne lévő vérkövet. Ha ezekkel végeztetek, a figyelmeteket fordítsátok ezüstvölgy felé. Egyetlen mocskos nyápisznak se kegyelmezzetek a keresés közben. Loik a makulátlanok kápolnájának apátja, valószínűbb, hogy inkább a vérkövét
vérkövét adja nektek, mint a fejét. Szabadítsátok meg mindkettőtől. Ne feledjétek, jobb szeretem a véres csonkot látni az üres kész helyett. Grutilda a vezéranya megtestesítője. Na. Ez is a titkos barlang, ez melyik lesz? Maradino nevű bolond. Titkos, ott lesz a troll. Miután kifaszottátok az északi pogány gomintos faluját. A valószínűleg, hogy... Lehet, hogy az lesz. Na majd megnézzük. Ó, még jó messzi van. Amúgy még jó messzi van, srácok. Egyáltalán nem biztos, hogy amúgy az a barlang lesz. Nincs itt semmi más, nincs. Ez ugyanaz lesz? Nem. Én, Grutilda, ezennel kijelentem, hogy ezt az okmányt kizárólag a törzsem tagjai, vagy a nekem szövetséget esküdt emberek hordhatják maguknál. Tovább kell őket engedni, különben lesújt mindig fortyogó haragom, tüze. Aláírás Grutilda, dicsőség Amun Hornak. Van itt még valami? Nem látok semmit. Jó. Feeling hot under the collar. Hordozhatok konyha? Nem semmi. Ilyet láttam már így, hogy hordozhatok konyha. Warm as dragon's breath. Feeling hot under the collar. Ezt küldjük egyből. Madonna. Ajt meg a Goblin faluban. Azokat is majd még el kell intézni. Valamit kezdenem kell velük. Ha más nem, akkor... Egyrészt ugye van nekik valahol egy barlangjuk, ahol az... Lehetne őket irányítani. Nem szeretnék velük harcolni, mert... Azt mondta Károly úr, hogy... Azt, ha jól emlékszem, hogy az nem lenne jó. Tehát vagy valahogy... Én azt próbálnám ki szívesen. Csináltátok azt a piét. Ott fölül volt. Hogy... tehát, hogy én irányításom alá vonnám őket, de ha nem, akkor meg inkább jóba. Akarok lenni. Ha sikerül. Ha nem sikerül, akkor meg nagy pusztítás lesz goblinéknál. Ezt ugye itt voltam. Igen, jó. Igen. Várjatok, mennyi az idő? Jó, na akkor gyorsan. Nézzük át, hogy miket is szedtünk fel. Mert van egy csomó beazonosító. Bezonosítatlan tárgy. Ezt eladom. Ludwignak. Valószínűleg, hogy ezt is eladom. Így van. Akkor Ludwigé. Pöpöröpöröpö. Levegő elementál. Eladjuk. A parancsokat akkor gyűjtjük. Gyűjtjük. Scarletnél. Eladjuk. Scarlet. Eladjuk, ezt meg amúgy is Rodrignál. Na és akkor erre kíváncsi vagyok. Harmadik szintű tudósmester. Hát nem tűnik nekem jobbnak. Tűzsebzésben legalábbis. Az viszont jó, hogy eltörhetetlen. Rodrig. Nem, nekem ez tetszik így, ahogy van. Oké, vissza Volgráf bácsihoz. Vissza egy a felszerelését, akkor ezt inkább eladom, úgy döntöttem.
Oh, hello, baby. Az a baj, a plusz egy érzékelés az jó, plusz egy zsebmetszés jó Volgrafnak. A plusz egy edzett test igazából, várjátok, hát az is jó, mert vele is cipelünk sok tárgyat. Jó, ezt át... ez marad Volgrafnál. Hülye vagy, fiam. Beazonosítjuk, megnézzük, de valószínűleg el lesz adva. Életvize! Van már ilyen botom. Nem kell még... Nem szoktam használni. Nem is vagyok rákényszerít az a nagy helyzet. Tehát Rodrignak is eladjuk. Ó, 38-as páncél plusz 2 kezdeményezés, tehát Madorának ez nagyon jó lenne. Ha csak nincs neki ennél, úgy ítélem meg, hogy ennél jobb sisakja. Ami hasznosabb legalábbis. Hát, jó, a vezetői készség az nem. Páncél értékben is erős, meg az, hogy eltörhetetlen. Jaj, meg nézzük már meg basszus mindenkinek, hogy hogy áll a páncélzata meg a fegyverzete. Eszembe jutott ez is. Jó, tehát... Páncél specialista az azért az jó neki. Lehet, hogy egyelőre én azt, tehát viszonyik Wallgraphhoz felszerelés, és én ezt nem adom el, hanem átküldöm Madurának. Rendítsek? Ezt is szerintem inkább Madurának. Ezt meg, az ilyeneket meg Rodrignak értem szerűen. Van még valami? Plusz egy kezdeményező. Átadott a láncvért. Ennél biztos, hogy jobb van Madoránál. A plusz kezdeményezés miatt nem fogom lecserélni. Ez melyik vadászi? Nem. Más sem. Hát ez gondolom nem véletlenül... Jaj, várjatok, itt van a bányászati iroda kulcs. Ez hova? Ezt el is feledkeztem, nem is néztem ott körül. Vagyis hát amennyire tudtam, körülnéztem. Jó, úgyis megyünk még vissza. Bányászati iroda kulcsa. Nem láttam én ott mást. Na jó, mindegy. Oké. Ezt is jól lenne megjegyezni. Nézzük át, basszus, hogy... Ó, 19 per 30. A javításokat, igen, megjavít. Ez jó. Ez nem jó. De jó, hogy ezt így meg tudom csinálni. Ó, de jó. És nem kell visszamenni valahova. Megjavít. Hát biza, ezt is célszerű lenne megjavítani. Ezt nem kell. Ezeket... Sem kell, haladjunk így. Hol vagyok? Ott vagyok. Oké, kell. Mármint, hogy meg kell javítani, ha kell, most az azt jelenti, jó? Hát, én szerintem ezt is. Basszus, hova vagyok. Kár, hogy nincs olyan, hogy összeset megjavít, ó, de jó lenne. Ja, várjátok, ez hogy? Hogy van? 14 per 20. Meg kell javítani. Hát, 26 per 30, akkor azt lehet, hogy még hagyjuk. Ezt viszont igen. Ezt nem kell bántani. Oké. Na jó, legyen. Általában 5 a határeset, 5 pont. Ha csak nem valami fontosról van szó, és akkor 4-nél is esetleg.
Már megjavítom. Srácok, olyan jó, hogy eszembe jutott basszuskulcs, mert Biza nagyon sokat meg kell javítani. Madonna bácsi, vagy néni. Ez eltörhetetlen. Oh, hello baby. Mhm. Szinte mindegyiket. Kard. Mégiscsak az a gyilok fegyverünk legyen minél jobb állapotban. Oké, okay, jó van srácok. Volgráf, átnéztünk mindent nagyjából, és nagyjából nem is találtunk semmi olyan új dolgot, ami erős, és le kéne cserélni. Tehát haladunk tovább, legalább itt a videó végéig. Aha, ez már hamarosan bekövetkezik. Someone seems to be enjoying the afternoon sun. I'll bet we can slip by while his back is turned. Goblin száj. Than to have to face a goblin from here to the mine. Különben innen mi basszus, nem tudtam elolvasni. Napló. A napló ezeket meg kéne, hogy jegyezze. Nem. Ezeket nem. Ó, de kár, hogy ezeket pont, mert itt, hogy mit mondott, valamit mondott a szájhoz, hogy nem ajánlatos, kurva. Ne, nem szúrtál neki semmit, tesó. Így van. Tehát, én azt fogom csinálni, srácok, hogy akkor ezt őt kikerüljük. Ugye úgy kerüljük ki, hogy osonunk mellette, egyé válunk az árnyakkal, és elteszem a csapatot, mert basszus, megint nem láttam, hogy mit írt ki ez a játék nekem. Mintha valami figyelmeztetést kaptam volna Scarlett-től. Ez az király. Ez az, itt vagyunk. Körbenézzünk, hát ha van itt még valaki? Nem hiszem. Ó, de ott van egy goblin. Akkor valahova ide kéne beállni. Jó. Scarlett. És amúgy is akkor itt lesz vége. Annyit fogok csinálni, hogy benézek a barlangba, tudjátok? Mindig böki a csőrömet, természetesen, hogy mi van bent. Madóra föl. Oké, hogy mi van bent, de most lesz itt a nagy mentés. Jó? Jaj, tudom, hát nem tudom, hogy lesz-e időm, mert mintha a haverom írt volna, és megbeszéltük, hogy így majd összeröppenünk délután este fele, mikor elmentek a gyerekei. Lesz szabad ideje neki is, játszunk együtt. Igen. Ja. Mert azt akartam mondani, hogy még időt kell szakítanom arra, hogy megnézzem azt a Asztáre, vagy kinek a tükrét, tudjátok. Hogy működik-e, de valószínűleg nem fog működni amúgy. Tuti biztos 100%. Túlvilági üreg? Jól láttam? Ó. Hiha. Na menjünk. Bármi történik, csata vagy bármi. A troll statue, gray gold. Yes, but I think there is more to it than meets the eye. Valószínűleg el kéne kapni a kis patkánycsávokat, ugye? Beszélni velük? Nézzük csak. Egy patkány van itt? Jól van. Feldübörögnek. Rettenek, ha nem vagy a megfelelő varázslat birtokában.
Ó, baby, ez érdekes lesz. Hát akkor nem olyan egyszerű ide bejutni? Nézzük csak Wallgraphot. Vagy hát bejutottunk, bocsánat, tovább menni. Mi az, hogy széles koponya meg kosár? Na jó, nem, srácok. Tehát most tényleg akkor már itt akkor végeztünk. Igen, mert akkor úgy néz ki, hogy tényleg pont így ennyi időm volt. Hogy így akkor fölvettem nektek egy részt. Ugye terveim szerint pótolom az elmaradt két részt, tehát hogy most tényleg hétvégén itt Divinity Dumping van. Tehát csak ezzel játszok, amennyi időm, szabad időm így van. Más mellett, mások mellett. De utána, meg így akkor... Megnézzük, bocs, hogy mit... Jó, akkor még lett volna időm, jó? Mert úgy van, hogy 4-5 fele játszunk. Jó, hát az nekem még jó, mert van egy kis időm addig. Lehet, hogy akkor addig megnézem a mit is. Tehát, hogy betöltöm az állást és megnézem Assetter trükkét. Bocs. Na, oké srácok, tehát ennyi lett volna. Innen folytatjuk tovább. Végső soron most, már most megvan a jövő heti adag, már csak pótolnom kell az elmaradt két részt, mondom, és ez a holnapi nap folyamán biztos, hogy meg tudom csinálni, mert csak két részt kell fölvennem belőle ahhoz, hogy ezt a tervet megvalósítsam. Edicek! Jól van, köszöntöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!